Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Paletta kulturális magazinunk nézőit. Több összeállítással készültünk önöknek, tartsanak velünk. Elsőként a Tűzzel Vassal fesztiválra tekintünk vissza. Az idei esztendőben is megtartották a Rácz utcában a késesek, kovácsok, fegyverművesek hagyományos találkozóját, ahol számos érdekes programmal és minőségi portékákkal várták a látogatókat. Hivatalosan is elindul a 14. Tűzzel Vassal fesztivál! Míves bicskák, kések, ollók, borotvák és díszfegyverek készítőivel találkozhattak azok, akik kilátogattak a Rácz utca és Skanzenbe. A Tűzzel Vassal fesztiválon idén is felizzott a parázs az ősi magyar mesterségek hagyományaival. Köszönet is érte a Fehérvári Kézművesek Egyesületének, a vezetésnek és minden tagjának, hogy évről évre most már tényleg hosszú évek hagyománya ez, hogy megrendezik a Tűzzel Vassal fesztivált, és azt hiszem, hogy egy isteni adomány, hogy egy ilyen hatalmas nagy lakótelep tövében, egy Rácz utcai Skanzenben, hogy nekünk van egy ilyen a mi városunknak. Szerintem talán nincs is erre az országban másút példa. És az, hogy ez egy hagyományőrzés, hogy egy régi mesterség, régi mesterségeknek a felélesztése, bemutatása, hát azt hiszem, hogy a gyerekek, akik itt részt vettek az elmúlt években ezen a fesztiválon, pontosan tudják, hogy a gyerekek milyen nagy örömére van ez. Úgyhogy remélem, hogy élvezzük ezt a napot, jöjjenek minél többen, és ne felejtsék, hogy délutántól pedig a Múzeumok Éjszakája programjaira is érdemes ellátogatni a városunk különböző múzeumaiba, kulturális intézményeibe. Varga Tamás honvédelmi államtitkár maga is a népi hagyományok őrzője, aki tiszteli a múltat, s azokat, akik a 21. században is segítik az ősi népművészet fennmaradását. Ezen a fesztiválon emléket állítunk, emlékezünk és ünnepeljük is a Tűzzel Vassal dolgozó embereket, mesterembereket, bár nem csak Kovács mesterség és a késes mesterség képviselői vannak jelen ezen a fesztiválon, de egy nagyon-nagyon régi mesterség, és a tűz és a vas, amivel dolgoznak, még régebben barátai az embernek, és hosszú-hosszú éveken, évszázadokon keresztül a Kovács mesterségek és a Kovács mesterségek különböző fajtája, patkoló kovács, a fegyver kovács, és a mezőgazdasági eszközök kovácsai voltak azok az emberek, akik a legalapvetőbb eszközöket gyártották, és ennek a mesterségnek és a népi mesterségnek állít emléket ez a fesztivál és ez az ünnepnap. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete rendezvényén évről évre meggyőződhetünk arról, hogy a népi iparművészet reneszánszát éli, igény van az egyedi készítésű alkotásokra, a minőségre. Két olyan témánk van, ami a mai naphoz kapcsolódik, az egyik egy késes téma, ez a szakácskés, tehát a programjaink egy része köré szerveződnek, a másik pedig a múzeum éjszakájának az értékőrzés lett a kitűzött célja. Mi őrzünk egy értéket, a magyar népművészet értékét, és ezt szeretnék a mai nap megmutatni, átadni, és ki is próbálhatja mindenki, hogyha eljön a foglalkozásokra. Lengyel Magdolna volt az az ember, aki a kezdet-kezdetén szorgalmazta, hogy a kovácsok, késes, fegyverkészítő mesterek összefogásával megvalósulhasson a Tűzzel Vassal fesztivál. Mikor elkezdtük igaz, akkor 4-5 barátok összejöttek, elgondolták azt, hogy kellene egy ilyen fesztivált csinálni, népszerűsíteni a hazai késeket, a hazai bicska készítőket, és most látható igaz, hogy eltelt 14 év, és 45 kiállító érkezett erre a fesztiválra ma. Külön fontos, hogy azért a Sárvogárdi Révész Késes Műhely azt hiszem, hogy országszerte nemzetközileg is ismert. Hogyan lehet ezt megőrizni? Mi a titkuk? A kiváló munka. Mindenek felett az, hogy a összerakásban, az anyagválasztásban a legjobbat választjuk ki. Tóth Árpád, a sárbogárdi legenda, a Révész Késes Műhely ikonja sokat tett azért, hogy a székesfehérvári találkozó az ország legkedveltebb célpontja legyen a míves kézműves termékek bemutatójának. Úgy kezdődött az egész, hogy Kocsis Ferivel beszélgettünk róla, hogy kellene nekünk csinálni egy ilyen rendezvényt, ahol mi késesek bemutatkozhatunk. Ez körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt volt. Nála voltunk látogatóban, ekkor beszélgettünk róla. Utána
ez így megszületett a fejünkben, és megkérdeztem az egyesületünk vezetőjét, hogy mit szólna egy ilyenhez, hogyha egy ilyet megszerveznénk, egy ilyen késes találkozót, és gyakorlatilag megszerveztük az elsőt, mikor 14 évvel ezelőtt. Az még az Icsi ligetben volt, ott még nem voltunk, csak egy 8-10 késes körülbelül. Aztán utána úgy évről évre egyre jobban kinőtte magát, egyre ismertebbé vált, egyre több minden a portálokon, sok helyen hirdették egymás között a kézbarátok, és akkor gyakorlatilag most már egész nagy lett belőle, elég nagy rendezvényé nőtte ki magát. Sárvogárdi révész késes műhely nemzetközileg is ismert. Azt hiszem, hogy az a műves munka, ami az önök kezéből kikerül, jellemzi azt, hogy milyen fontos megőrizni ezt az ősi mesterséget. Mi a titkuk? Van titok egyáltalán? Hát gyakorlatilag nagy titok nincs benne. Volt egy bizonyos technológiai sorrend, amit meg kellett tanulni egész fiatalon az öregektől. Gyapáról fiúra ment a tudás. Az új technikákat azért már alkalmazzuk már most mi is, csiszoló szalagok, meg ilyesmi, de régen a csiszolás technika az teljesen más volt, filckerék, enyveskerékkel csiszolóport ragasztottunk rá, azzal csiszoltunk. Most már sokban megkönnyítik ezek a új technikák, ezek a szalagos csiszolások, a csiszolási folyamatokat, és ezáltal, hogy ilyen ezres, meg egész nagy finomságú szalagokat csinálnak, még fényesebb, még tükrösebbek lesznek a bicskák. A Flasner család 1856 óta ápolja a mesterséget, a nemzetközi hírű borotvái pedig máig viszik jó hírét. Ha valamit csinál az ember, csak tisztességgel, szeretettel szabad csinálni. Úgy érdemes. Mennyit kellett változnia, mennyit változott a szakma? Hogyan lehetett megtartani, hogy ez a 21. században is népszerű legyen, és olyan míves darabok kerüljenek ki a kezéből, mint annak idején? A vágóeszköz az mindig kellett, nekem a dédnagyapám is ez volt már, mint hogy így van, 1856 óta, dédnagyapám, nagyapám, apám, én is, a kisfiam is itt van mellettem. Ő Budapesten viszi a céget tovább. A cég országszerte híres, nem véletlenül. Milyen olyan kések, illetve olyan eszközök születnek, ami ősi, illetve van-e olyan, ami most már egy kicsit változott a kornak megfelelően? Hát a zsebkések azok egyformák, de egyedüli borotva készítőmester vagyok az országban. És újra jön vissza reneszánsz a borotváknak, Pest és vannak ám borotváló szalonok, és elviszi a páciens a saját borotváját, és ott megborotválják vele. Ez jött újra divatba. A borotva. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik most kezdenek ezt a mesterséget megtanulni? Csak szívvel lehet megtanulni. Szeretettel. Hogyha nem szereti a szakmát, akkor nem is érdemes belekezdeni. Itt van az Árpi is, ő édesapámnál tanult például. Aki nála dolgozik, az meg nálam tanult. Hogy megy tovább a szakma. Juhász Imre különleges, a pásztorlét tradícióit őrző világba kalauzol el bennünket évről évre. Szikár gondolatai segítenek megérteni, miért fontos tisztelni az ősit, a természetest. Az embernek ragaszkodni kell a szakmájához, a szaktudáshoz, a múlthoz, az értékekhez, és azoknak a megmentésével jelenbe megpróbáljuk meghagyni a jövőnek. Másképp ezt nem lehet, mert aki nem értékeli a múltunkat, a őseink által előállított készségeket, dolgokat, amik az évszázadokon keresztül segítették az embert a munkájába, annak elvégzésébe is könnyítették, igaz, hogy nehéz a juhászmesterség, de ezt meg kell őrizni és meg kell becsülni. A verőfényes napsütésben az ország valamennyi szegletéből érkező mesterek mellett asszonyműhely, kirakodóvásár, színes változatos programok várták az érdeklődőket a nyitott udvarokban. Az ünnepi könyvhéten a székesfehérváriak is megismerhették Kelemen Erzsébet a Szövegtestén túl című tanulmánykötetét. A Vörösmarty Társaság szervezte a programot. Körbejárni a földet, ez a címe Elsimon László gyűjteményes esszékötetének, amely az elmúlt évek és a közelmúltban megszületett írásainak összegzése. A szerző kérdez és válaszol. Mi történt, mi változott azon az úton, amelyet az eszmélés pillanataitól kijelölt számára a sors? Melyek azok a gyökerek, amibe kapaszkodhat, változtak-e a család, a szülőföld rögzült értékei?
Elsimo László tudja a válaszokat. Kevés hitelesebb ember van a mostanság, aki elmondhatja magáról, hogy nem a múltban révedezik, hanem a teljes pályája azt mutatja, hogy igenis be kell mutatnunk azt a kultúrát, akár a saját szemléletén keresztül, ami gyermekkorától végig kísérte az egész életét. Amikor a kötetre készült, mi volt az első gondolata? Hogyan lehet ábrázolni úgy a köznapi emberek számára ezt a gondolatsort, ami végül is aztán papírra vetett? Az az igazság, hogy a könyvfétre megjelent eszékötetem, az egy válogatás kötet. Ráadásul nem én válogattam az írások közül, hanem az egyik kiváló szerkesztő kollégám, Békés Márton, aki nálam egy évtizeddel fiatalabb, egészen más élethelyzetben van, mint én, és éppen ezért azt tette izgalmassá a közös munkát, hogy egy nálam fiatalabb pályatárs mit tart fontosnak az én elmúlt bő évtizedben született írásaim közül kiemelni, kiválasztani. Több ezer oldalnyi eszét és tanulmányt írtam az elmúlt 15 évben, ezek közül 6 kötetben ezek az írások meg is, többsége 6 kötetben meg is jelent, és a már kötetben megjelent írások közül válogatott a szerkesztő, illetve az elmúlt 3 évben született kötetben még nem publikált írások közül szintén válogatott, így a kötetnek az az érdekessége, hogy eddig ki nem adott, nem publikált, és korábban már megjelent írások együtt adnak ki valamilyen ívet, megmutatva azt, hogy miképpen gondolkozom identitásról, kultúráról, családról, hazáról, mindarról, ami számomra fontos. És ez a keresztmetszet arra ad lehetőséget, hogy az elsősorban engem a televízióból politikusként ismerő emberek átfogó képet kapjanak arról, hogy milyen módon viszonyulok az íráshoz, a nyelvi anyaggal való bánás az miképpen ölt testet a szövegeimen keresztül. Kelemen Erzsébet nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megmutassa azokat az új utakat, ami Elsimo László líráját jellemzik. A Szövegtestén túl című kötetben a vizuális és lineáris láttató erőt, a morális értékek mentén alkotó ember költészetének alapvetéseit, egyedi és eredeti megfogalmazásainak misztériumát tárja elénk. Édestova 20 esztendeje, hogy megjelent Elsimo László első kötete, volt szerencsém vele beszélgetni akkor is. Nem sokat változott, legfeljebb a közéleti szerepvállalása okán ismerik többen, viszont már akkor is kiderült, hogy kiváló lirikus, esszíró, és így tovább. Ez a kötet, amellyel megtisztelte, hát tudnék róla beszélni, de azt hiszem, hogy amit Schmidt Máriáék és önök elmondtak az ünnepélyes bemutatón, ahhoz nem kell hozzátenni. Honnét jött a gondolat, hogy ilyen mélységben foglalkozzon Elsimo László lírájával, egyáltalán írói, költői munkásságával? Igen, a monográfiában Elsimo Lászlónak a lineáris és a vizuális költészetét mutatom be. Az ötlet, hogy honnan jött, én már 2002-től ismerem Elsimo Lászlót, és mivel a doktori disszertációmat a Magyar Műhely egyik alapító tagjáról, Papp Tibor munkásságáról írtam, így a Magyar Műhely alkotó tagjairól, a nemzedékéről, a negyedik nemzedékével is foglalkoztam, így Elsimo László költészetével is. Folyamatosan jelentek meg róla publikációim, például a Szép ami figyelő felkérésére egy teljes portrét állítottam össze az ő művészetéről, és mindenképpen terveztem, mert kevés értő olvasója van az ő művészetének, hogy egy monográfiát írok a költészetéről. Mi az, ami őt különlegessé, eredetivé, egyedivé teszi? Nagyon sok eredeti műve van, például számtalan művét sorolhatnánk fel, ami egyedülálló nem csak a magyar irodalomban, hanem nemzetközi szinten is. Tehát ő számos stílusirányzatot ötvöz a műveiben, és műfaji gazdagság jellemzőre, tehát letrista vizuális kompozícióit említhetném, konceptműveket, a lineáris versek mellett, tehát a képversek is ugyanúgy jelen vannak a művészetében, objektek, könyvművek és művészkönyvek, és még sorolhatnám, és egy újabb nagy terület az esszéírása, a tanulmányai, a kritikái, amely majd a továbbiakban vár feldolgozásra. A kötet bemutatón Cserpakovics András polgármester kiemelte, a könyvét legfontosabb székesfehérvári
Székesfehérvári történéseinek, a kultúra közvetítő megtartó erejének fontosságát. A mennyiség és a minőség ezen a könyvhéten is kézen fogva jár, nem tudunk eléggé Supka Gézának köszöntet mondani, hogy 88 esztendeje kitalálta és véghez vitte, amit megálmodott. Azt hiszem, a Székesfehérvári könyvhét bizonyította a könyv erő. Én azt gondolom, hogy valóban minden évben az ország több pontján, és büszkeségünk, hogy itt Székesfehérváron is a könyvhét nagyon izgalmas, érdekes programokat tartogat. Így van ez a mostani könyvhét vonatkozásával is, számtalan író-olvasó találkozó, számtalan könyvbemutató, Fehérvárhoz kötődő írók, költők bemutatkozása, vagy éppen távolról érkező vendégek, díszvendégeknek a bemutatkozási lehetőségét is megadta. Szerintem fontos az, hogy a város főterén a könyvkiadókon keresztül, a könyvárusítókon keresztül is mutatjuk azt szimbolikusan is, hogy a könyv nem a 20. századról szól csak, hanem szól igenis a 21. századról is. A digitális korszak az nem jelenti a könyv félretételét, és azt gondolom, hogy erre talán majd azok is rá fognak jönni, akik ma egyébként azt gondolják, hogy ez így van. Ezek a programok szerintem nagyon jól sikerültek, talán egy kicsit több embert is érdemeltek volna sok esetben. Ezt nyilván át kell gondolni, közösen a szervezőkkel, hogy mit lehet még annak érdekébe tenni, hogy még színesebbek legyenek a programok, és talán ami még fontosabb, hogy még több embert tudjunk megmozgatni ebben a vonatkozásban. És még egy dologra büszkék lehetünk, a Szent István emlékév keretében 2013-ban értük el azt, hogy az országos könyvnap megnyitó az nem mindig Budapesten legyen, hanem nyilván a Vörösmarty téri főrendezvények mellett mindig legyen egy vidéki város, ahol gyakorlatilag a fő események megjelennek. Akkor ez Székesfehérvár volt, most más város, de azt gondolom, hogy büszkén tekinthetünk erre a kezdeményezésre is, hiszen itt a hagyományt azt Székesfehérvár teremtette meg 2013-ban. Polgármester úr, Elsimon László kötetben mutatója előtt vagyunk, körbejárni a hazát ez a cím árulkodó, hiszen bár mostanság Elsimon Lászlót elsősorban politikusként ismerjük, ugyanakkor tudnunk kell, hogy immáron két évtizede a magyar irodalom meghatározó szereplője. Így van, és nekem most nagyon furcsa, mert kaptam felkérést Lászlótól a könyvbemutatón egy köszöntő elmondására, és azért furcsa, mert mi először a közéletből ismerkedtünk meg, természetesen ismertem őt, mint a szellemi életünknek a részét is, de az ismeretségünk a közélethez kötődik. Most viszont egy könyv bemutatóján vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas az, amikor valaki íróként, költőként alkot a szellemi életben, utána a közéletben is mondjuk úgy, hogy kipróbálja magát, de közben a szellemi életben is ugyanúgy mozog. Én ma úgy érzem az egész magyar közéletet tekintve, ahogy látom egyébként sajnos ez világjelenség, vagy európai jelenség is, hogy sokkal kevesebb azoknak az embereknek a száma, és sokkal kisebb a szerepe a közéletben, nagy társadalmi kérdések eldöntésében, mondjuk a politikában, mint amennyi szerintem kellene azok az a nagy kihívásokhoz, amik a világ előtt, így Európa előtt is vannak. Tehát e tekintetben, akár oldaltól függetlenül is mondom, ez több olyan gondolkodóra lenne szükség, mint Elsimon László, és ez politikai hovatartozástól függetlenül szerintem igaz, hogy az ilyen szellemi életből érkező embereknek a száma a közéletben, akár a helyi közélet tekintetében, akár az országos európai közélet tekintetében szerintem kevesebb, mint kellene. A könyvhét irodalmi műhelyeinek bemutatkozása visszaadta a hitet azoknak is, akik kétségekkel küzdöttek, akik talán az irodalom segítségével megerősödhetnek kötelékeikben. Óriás bábos történelmi felvonulás várja szombatonként Székesfehérváron az érdeklődőket egész nyáron. A hagyományőrző csoportok, zenészek több helyszínen tartanak bemutatót, ahol a felvonuló óriás bábokkal, az általuk megjelenített történelmi személyiségekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A programmal az augusztusi Székesfehérvári királyi napokra és a koronázási szertartás játékra invitálják a látogatókat. Középkori hangulat megelevenedő csatajelenetek és 5 méter magas óriásbábok vették birtokba Székesfehérvár történelmi belvárosát a hétvégén. Idén augusztusban már 5. alkalommal várják az érdeklődőket a királyi napokra. Azt terveztük, hogy tényleg egy olyan esemény sorozatot csinálunk, nem csak a fehérváriaknak hívjuk fel a figyelmüket, hanem a hozzánk érkező turistáknak is, hogy jöjjenek vissza augusztusban Székesfehérvárra. Így mostantól minden szombaton 18 órától egy ilyen kis kavalkádnak lehetnek a részesei, akik itt vannak a főutcán.
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán és második Vak Béla után idén harmadik Béla koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező. Az egykori koronázó templom helyén felépített grandiózus szabadtéri színpadon augusztusban mutatják be a koronázási szertartás játékot. A díszletek mellett a zene is a bizánci és a keresztény kultúrát ötvözi. Ezen a színpadon, amit immáron 5. éve hozunk létre koronázási szertartási játékokat, azt hiszem már volt mindenki. Voltak táncosok, színészek, voltak énekesek, egy valakik nem voltak, akrobaták és légtornászok. Hogy kerül a cirkusz művészet a Nemzeti Emlékhely színpadára, hogy kerülnek a koronázási szertartási játékba, ez maradjon meglepetés, de azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas alkotó elemei lesznek a következő szertartási játékunknak. Az előadásnak részesei az 5 méteres történelmi óriásbábok. A hagyományőrző felvonulást követően pódiumbeszélgetést tartottak azokkal a színészekkel, akik az elmúlt 4 évben valamelyik királyt személyesítették meg. A beszélgetésen ott volt Varjú Kálmán, Makranci Zalán, Egyed Attila és Száraz Dénes. A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben. Ezzel a címmel nyílt képzőművészeti kiállítás a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti központjában. A Fehérvári Kézművesek Egyesületével együttműködve a régióból érkezett legművesebb alkotások kaptak helyet a tárlaton. 34 alkotó, 87 munkája látható a reformáció emlékévéhez kapcsolódó kiállításon. Ami szép és szeretettel készül, az az Úrnak is kedves. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta a közönség figyelmébe a szombaton megnyitott képzőművészeti kiállítást Szenci Jánosné. A reformáció emlékéve keretében meghirdetett országos pályázaton a Fehérvári Kézművesek Egyesülete gondozta a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyéből beérkezett alkotásokat. A pályázatra 40 egyéni alkotó és egy szakkor küldte el a munkáját. Összesen 125 alkotás érkezett. Ebből, amit itt a teremben látnak, 32 alkotónak 85 alkotása lett kiállítva. A református egyházközség gyülekezeti központjában kiállított alkotások többféle technikával készültek, ám mindegyikük míves munka. Emellett pedig bizonságtétel is hívta fel a figyelmet Somogyi László, bizonságtétel a népművészet továbbélésére és Isten dicsőségére. Itt ügyes kezek, tehetséges emberek alkotásait láthatjuk, és mindez a teremtő, megváltó, minket szerető Isten dicséri. Hiszem és vallom és tapasztalom, hogyha a gyerekeket megtanítjuk Istent dicsérni, dicsőíteni, ha megtanítjuk arra, mit tett értünk a teremtésben, aztán a Golgota keresztjén, a megváltásban, mit tesz értünk naponta a hűséges gondviselésében, így válnak boldog egész emberré. A tárlatot a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa nyitotta meg, aki csodának nevezte azt a népművészeti anyagot, amelynek tanúi lehetnek a kiállításra ellátogatók. Ezt a csodálatos ajándékot, az Istentől kapott kezet jól használták az alkotók, hiszen akár fát, akár agyagot, kerámiát, akár textíliát, vagy mást vettek kezükbe, abból valóban áldás fakadt. A termet megtöltő érdeklődőknek Ferenci Nagy Boglárka szavalt, a megnyitón közreműködött az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete és a Hungarikum Együttes. A kiállítás július 23-áig látogatható a Székesfehérvári Református Egyházközség Széchenyi úti gyülekezeti központjában, 2 szombatig 14 és 18 óra, valamint vasárnap 9 és 13 óra között. Paletta magazin a legközelebb egy hét múlva, a szokott időben jelentkezünk ismét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!